Hír3D, a videó hírügynökség. Töltse le ingyenes applikációnkat iOS-re és Androidra. It's going down, I'm yelling timber. You better move, you better dance. Let's make a night, you won't remember. I'll be the one, you won't forget. A 10. Nemzetközi Cirkusz Fesztiválon is a Baross Imre artista képző csinálja, illetve mutatja be a nyitóképet. És most annyira sikeresen sikerült a koreográfiát összeállítani, illetve olyan nagy sikere volt a zsűri tekintetében is a nyitóképnek, hogy egy külön díjjal jutalmazták, aminek nagyon örülünk. Óta két éven, de rendezzük meg a Nemzetközi Cirkuszfesztivált itt a Fővárosi Nagy Cirkuszban. Az elmúlt 9 fesztivál alatt rengeteg fantasztikus produkciót láthattunk, zseniális, nagyszerű artisták mutatták be a tudásukat. Egy pici hiányérzet mindig volt, hogy a magyarok nem értek fel a csúcsra. A jubileumi 10. Nemzetközi Fesztiválon azonban megszakadt ez a kevésbé impozáns sorozat, és ifjabb Richter József vezetésével a Richter csoport egy lovas akrobata produkcióval végre megnyerte a cirkuszfesztivált. Általában a budapesti cirkuszfesztiválon nem az állatos produkciók domináltak, hanem az akrobatikus elemek, azokkal dúsított produkciók. Most viszont két állatos produkció, egy elefánt produkció, a Casselli családnak az elefánt akrobata száma, és egy lovas produkció nyert. Ez unikális, tehát ritka, hogy ilyen fantasztikus állatprodukciók jönnek ide, és nyernek a fesztiválon, tehát ez még külön öröm számunkra. Már több éve a csapatunk tagja, és már nagyon sok cirkuszt megjárt, tehát ugye velünk utazott már több országban, Németország, Hollandia, úgyhogy már tapasztalatlónak mondható. Egy nagyon nagy elismerés számunkra, és úgy gondolom nem csak számunkra, hanem az egész magyar cirkuszművészet számára. Beírtuk magunkat a cirkusz történelemben, azt mondhatom, tehát ugye mi vagyunk az első magyarok, akik itt a, és pont egy ilyen jubileumi cirkuszfesztiválon egy ilyen erős mezőnyben győzni tudtunk. Ennek nagyon örülök. Ezt a fesztivált nagyon nehéz lesz felülmúlni, ezt a magyar sikert nagyon nehéz lesz felülmúlni, de természetesen két év múlva kísérletet teszünk erre.